Egyedülálló anyaként Johnny Ontiveros igyekezett megadni két gyermekének mindent, amit csak tudott. Azonban nem volt szakmája, sem felsőfokú végzettsége, így nem kapott megfelelő munkát, és végül segélyeken tengődött. Senki nem szeret szegényként élni. Megalázó, kínos és szégyenteljes dolog. Nem akartam lakhatási támogatáson élni. Nem így terveztem az életemet. Egyszerűen így alakult. De ha már így történt, akkor megpróbáltam a lehető legtöbbet kihozni abból a helyzetből, amiben voltam. Így éltem. 31 évesen egy barátjával elment egy gyülekezetbe, és elfogadta Jézust megváltójának. A szívem annyira megváltozott, hogy a következő napon hallottam már másoktól is ilyet, és azt hittem, ez csak egy klisé. Az ég kékebb volt, a madarak énekét szebbnek hallottam. Olyan dolgokat éreztem, amit korábban soha nem vettem észre. Fantasztikus volt. Elhatározta, hogy lemond a segélyről, és igyekszik még jobb körülményeket biztosítani a gyermekei számára. Pásztorától megtudta, hogy minden a tizeddel és az adással kezdődik. Arról beszélt, hogy ha hűségesek vagyunk, ezen a területen megpróbálhatjuk Istent. Szó szerint próbára tehetjük. Úgy voltam vele, hogy akkor lássuk. Az Úr már hónapok óta foglalkozott velem, életem különböző területein, de az adás egy olyan terület volt, ahol szükségem volt az engedelmességre. Bíznom kellett Istenben, és bíztam is benne. Elkezdett adakozni, és a dolgok megváltoztak. Nem sokkal ezután mindkét gyermekem bekerült egy tehetségeket felkaroló és támogató kaliforniai programba. Ráadásul a közelben még egy lakást is találtunk. Johnny elvállalt mindenféle munkát, amit csak tudott, és beiratkozott esti iskolába. Továbbra is adakozott, és Isten mindig hűséges volt. Rajtunk múlik, hogy mennyire támogatjuk Isten munkáját itt a Földön, hiszen ez az egyház feladata. Évek kemény munkája után Johnny teljes idejű állást kapott a San Diego közelében lévő délnyugati egyetemen, ahol ma is dolgozik. Nem sokkal ezután Isten csodái egymást követték az életemben, és ez azóta is folytatódik. Felsőfokú végzettség nélkül is számos alkalommal előléptették az évek során. 2013-ban pedig megszerezte a főiskolai diplomát. 50 évesen megvehettem életem első saját lakását, és először egy vadonatúj autót is, majd egy másodikat. Elkezdett a tizeden felül is adakozni, többek közt a CBN-nek is. Láttam egy adást az Operation Blessing jótékonysági munkájáról, és nagyon megragadott. Nagyon tetszett mindaz, amit láttam, hittem benne. Elkezdtem nézni a 700-as klubot is. Ebben a műsorban minden az evangélium körül forog. Isten szolgáló emberekről szól. Johnny nagyon szereti a munkáját, és Istennek adja a dicsőséget mindazért, amit az életben elért. Mindezek a dolgok a tizedben való hűségemhez kapcsolódnak, ez nem kétséges. Isten csodálatos, és én csak annyit tehetek, hogy mindezt megköszönöm az Úrnak. Ha pedig velem megtette mindezt, akkor bárkivel meg tudja tenni. Bárkivel. A Zsoltárok könyvében szerepel az ígéret. Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő utaiban jár. Bizony, kezed munkáját eszed. Boldog vagy, és jól van dolgod. Mindez az Úrnak való engedelmességből fakad, és ez áldásokat eredményez.